köszöntsem Önöket én is a Hungaroszpá menedzsmentje és valamennyi dolgozója nevében, és úgyis, mint Hajdúszoboszló fő turisztikai vonzerejeként néhány gondolatban bemutassam ezt az Európa legnagyobb fürdőkomplexumát, amely immáron a mostani elmondat szerint, amit az én munkatársaim is kitaláltak, ugye ötcsillagos vízélmények Európa legnagyobb fürdőkomplexumában nevet viseljük, és hát igyekszünk ennek a szlogennek megfelelni minden tekintetben, nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is. Egy pici bevezetést, hiszen soha egyetlen egy előadást nem tudok úgy megtartani, hogy dr. Pávai Vajna Ferenc főgeológusról meg ne emlékezzünk, hiszen az ő kutató munkájának, a trianoni vész követő kutató munkájának eredménye, amit az Alföldön elindítottak, és ennek eredményeként, ahol is ugye szénhidrogént kutattak, és egy 10-1 néhány kilométeres melléfúrás eredményeként ez a csodálatos barna kincs a gyógyvíz a felszínre tört 1925-ben, és mint ahogy a kivetítőn látszik, 27-ben már az akkori városvezetők fürdőt nyitottak, 38-ban már az 1-es és a 2-es út, amit akkor megfúrtak, már gyógyvízé minősült, és 46-ban már gyógyfürdő minősítést is kaptunk, illetve kaptak az elődeink. Talán a vízösszetételt, amiért kivetítettem, talán fontos megjegyezni, hogy az emberi test nedvéhez nagyon közel álló ez a vízösszetétel, és talán e területen is még nagyon sok kutatási téma lehetséges, hogy vajon ez a víz az összetételével együtt milyen és mennyi segítséget tud nyújtani az egészségünk megőrzésében. A paramétereinkről, amelyet az előbb már említettem, amely szerint úgy definiáljuk magunkat, hogy Európa legnagyobb fürdőkomplexuma vagyunk, 25 ezer fő befogadó képesség, csak a legnagyobbakat, országos kiemelt gyógyhely, 30 hektáros terület, 17.600 négyzetméter vízfelület, és hát amire nagyon büszkék vagyunk, hogy több mint 500 dolgozónak tudunk értelmes, jó munkát adni, és biztos megélhetést városunkban, és nyilván az ő családtagjaiknak is együtt. A tulajdonosi arányot alul látható, 98% a Hajdúszoboszló város önkormányzat tulajdonában van, és 2% egy dolgozói segélyező alapítvány, amely szintén bizonyos szociális segítő feladatokat, funkciókat lát el. Az üzletágainkról néhányat, hiszen ez egy fürdőkomplexum, ahogy a feliraton is látható. A 2010-ben immáron 5 éve átadott Aquapalasz élményfürdőnk, amely a, nem a legutolsó, hanem az utolsó előtti nagy fejlesztésünk volt, hiszen 6 milliárd forint körüli fejlesztés volt ez az élményfürdő, de nagyon fontos annak a hármasságnak a jegyében, amely a mi szolgáltatásainkat jellemzi, tehát a gyógyulás, a wellness és a vízi szórakozás, ezen belül nagyon fontos volt, hiszen fedett élményfürdőnk nem volt, és bizony nagyon sok vendég elmaradt, illetve korlátozta az ő szórakozásukat, illetve az átalakult turizmus ennek a hiánya, és miután ezt meg tudtuk valósítani, tulajdonképpen egy teljesen új szegmenst is Hajdúszoboszlóra tudtunk vonzani. Az összes többit nem nagyon sorolnám föl, hiszen a feliraton látszik, a Hungaroszpá szálláshelyekkel is rendelkezik, egy 3 csillagos pluszos szállodát és 2 kempinget is üzemeltetünk, valamint ezen a középső soron látható Silver Délibáb, Aurum, Rudolf terápiák, azok az ilyen nevű szállodákban működő egységeinket jelentik. Városon belül azért már egy széleskörű összefogás működik, hiszen mi oda vittük ezekbe a szállodákba a gyógyvizet, viszont bementünk a terápiával, a gyógyászatunkkal, és így azt lehet mondani, hogy egy nagyon erős, egységes, magas színvonalú gyógyászat működik a városunkban, nem csak a fürdő központi gyógyhelyén, hanem a szállodákban is, azokban, akik ebben az összefogásban partnereink. A paraméterek, a fürdő szolgáltatási paraméterei éves szinten körülbelül, vagy több mint 1,5 millió ember keres fel bennünket, akik fürdőszolgáltatásokat vesznek igénybe, és több mint 700 ezer a gyógyászati és a wellness vendégeink száma. Külön kiemelendő
a 100 000-es akvaparki és a 300 000-es akvapalasz vendégszám. Azt meg kell jegyeznem, hogy az 5. év elteltével is az akvapalasz vendégszám még mindig növekvő tendenciát mutat. Tehát ez egy hosszú, jól megalapozott növekedés, és hát nyilván megalapozott volt a fejlesztés is, ez is azt mutatja. Egy picit hosszabban visszatekintve ezt, akik többször voltak már sajtótájékoztatón a Hungaroszpán, azok tudják, hogy az elmúlt 20 évben nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, 13,5 milliárdos fejlesztést hajtottunk végre. Ezeknek az utolsó, a múlt évben befejezett nagy fejlesztés egy 1,5 milliárdos attrakciófejlesztés volt, melynek keretében a gyógyfürdőnket kibővítettük, új szolgáltatásokat vezettünk be. A strand területén felújítottunk, új wellness medencét alakítottunk ki, illetve az akvaparkunkat is bővítettük 6 új extrém csúszdával és mini gyerekvilággal. Egy tipikusan a vendégeink által küldött információkra alapozott korosztály számára, tehát az 5-6 évestől a 10-11 éves korosztályig terjedő gyerekeknek, hiszen a korábbi fejlesztéseink során már a nagyon pici gyerekeknek és a nagyobb gyerekeknek volt vízi élmény, de ennek a korosztálynak megfelelő még nem, és ezt a hiányt próbáltuk ezzel a fejlesztéssel pótolni. A továbbiakban akkor néhány gondolatot talán. Ezt csak azért szerkesztettem be ide ezt a kis orvosi kutatásokról szóló szlájdot, mert hogy ahogy Hévíz polgármester is említette, nagyon fontosnak gondolom a eminőségemben is és a Fürdőszövetség elnökeként is, hogy a következő években az, ami nagyon hiányzik a magyarországi fürdők részéről, azokat a kutatásokat el kell végezni, és az nem egy-egy területen, hanem a széleskörű országos lefedettséggel, hogy az az érték, ami Magyarországon, az ország nagy részén, sok részén rendelkezésre áll, ezek a kutatások megtörténjenek, hiszen saját erőből, saját pénzről az elmúlt években Hajdúszoboszlón is történtek komoly orvosi kutatások, de ezt nem lehetséges elszigetelten kis lépésekkel és kis területeken megvalósítani. Itt szükséges lesz egy nagy országos koordinációra ahhoz, hogy valóban a magyarországi egészségturizmus, azon belül is a hagyományos gyógyturizmus lehetőségei sokkal jobban kinyíljanak és fejlődni tudjanak.